Lekerült a YouTube-ról az a videó, amiben vasárnap Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője jó hírként tálalta a Hír TV sajtóklubjában, hogy Ugandában LMBTQ ellenes törvényt hoztak, ami szerint kivégzik azokat a melegeket, akik összeházasodnak. Ugandában a parlament egy LMBTQ ellenes törvényt hozott, tehát a bubukat, ha összeházasodnak, kivégzik. Mondta mosolyogva Bencsik, majd így folytatta. Az amerikaiak tombolnak. 100%-os egyetértéssel hozta meg ezt az ugandai parlament, amiben az a gyönyörű, hogy ez egy jelzés. Az egész világon az új kánon, az új vallás, az a másság kultusz, az LMBTQ. A bubuk az új szentek. És akkor azt mondják erre az ugandaiak, hogy mi meg jól lenyakazzuk őket, hogyha itten megpróbálkoznak összeállni kettesével. Ez egy üzenet, hogy Afrika nem csak hogy nem vesz részt ebben a szemétségben, hanem szembefordul. Mert Uganda csak egy ország, de ők voltak a legbátrabbak. Vélhetőleg a többi is követi. Az adás miatt bejelentés érkezett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, ami alapján a Médiatanács hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a műsorszámot. Szerdán elérhetetlenné vált Bajár Zsolt, a Sajtóklub műsorvezetőjének Facebook oldala is, korábban pedig a Pesti Srácok YouTube csatornáját törölték szabályszegés miatt. Feljelentés érkezett a Fideszhez, a Fideszről, úgyhogy most a Fidesz vizsgálja, hogy a Fidesz elkövetette olyan vétséget, amely sérti a Fideszt. És hát egyelőre fájhat a Fidesz feje, hogy dönt a Fidesz arról, hogy a Fidesz megsértette a Fideszt. De én minden hónapban elolvasom az NMHH határozatokat, és azért eléggé szerte ágazó helyekre nyúlnak le, és osztanak büntetéseket. Szóval így ez amikor itt egyértelműen Fidesz az eltud, de az a gépezet, amiben ha nem nyúl bele a vezetés, az attól még működik. Hát igen, csak szerintem a vezetésnek a kedvét keresi a gépezet. Ettől gépezet, különben lehetne intézmény. Igen, de tudod, és... Én nem tudom, de te tudod, és tőled mindig megmondatom. De tudod, te is ebben az országban élsz. A dolog úgy áll, hogy ezek a nagyon gerinces, nagyon egyenes jellemű keresztények. Most ráadásul lakossági bejelentés alapján, tehát tök jó volt a mondatod, de... Még csak nem is a Fidesz jelentette fel az akár. Azt nem is mondtam, hogy a Fidesz jelentette fel, feljelentés érkezett, de nem zárhatjuk ki, hogy a Fidesz jelentette fel, hiszen hát ebben az országban, ha valamit el kell végezni, akkor azt nekik kell elvégezni, különben nem lesz elvégezve. Na így áll a dolog. Most ezt nem lehet rábízni a társadalomra, hát jól látható, hogy teljesen passzív a társadalom, gyakorlatilag egy éber kómában fetreng a társadalom, erre nem lehet rábízni a feljelentést. Jó, mielőtt lemerülünk ebbe a magyar politikai mocsárba, meg a nerve, meg nem tudom mibe, azért beszélünk már, hogy ez mennyire humán ez, hogy Uganda most visszafelé sétál a történelemben. De most ez nem újdonság, hogy Uganda visszafelé sétál. Az meg főleg nem újdonság, hogy szubhumán ez a rendszer, amelyik tapsol ennek. Itt tudod, az újdonság az, hogy ezek a gerinces keresztény emberek, ezek az egyenes jellemű emberek, ezek nem vállalják a maguk véleményét, pedig övék az ország. Övék az országnak minden intézménye, valamennyi megyéje és szektora. Miért kell eltüntetni a YouTube-ról? Miért kell eltörölni amikor véletlenül egyszer hitvalló módon kimondják az igazat? De nem ők, a YouTube-ról nem ők tüntették el. Hanem de hogy is nem YouTube. Ők. De hogy már is YouTube-ban szerintem hát, le is tiltottam ja, a csatornát. De hogy is nem bocs, ők. Ők tüntették el, mert tudod, ennyire nem hitvallók, ennyire nem őszinték, ennyire nem vallják meg azt, amit gondolnak és éreznek. Bencsik András ennek a rendszernek valamilyen értelemben a kihelyezett lelkiismerete. Talán azért, mert lázasabb, mint a többi, kevésbé spekuláns, mint a többi, ilyen értelemben hitvallóbb, mint a többi, de az is lehet, hogy egyszerűen csak ostobább, mint a többi. Ő volt az, aki megvallotta, hogy én Oroszországnak szurkolok, sőt, akárkivel találkoztam, nyilván csak fideszesekkel, mint mindenki Oroszországnak szurkol, itt az ország Oroszországnak szurkol ebben a háborúban. Most ő az, aki előáll, hogy van egy nagyon jó hírem, gyerekek, Ugandában a bubukat most már megölik, milyen nagyszerű, ez egy jelzés az egész világnak, hogy ezek a korcsok, ezek a fajtalanok, ezek pusztuljanak, hogy ezeknek pusztulni kell, el kell őket törölni. Ilyenkor különös, hogy az ugandaiak ilyenkor, amikor éppen a homoszexuálisokat tömegesen kivégzik, ilyenkor nem majom emberek. Minden más aspektusból majom emberek. Majom emberek, akikre nem lehet rábízni a saját sorsukat sem. De ilyenkor, amikor történetesen
a gyilkolnak, ilyenkor ők a keresztény világ szeme, fénye, reménysége. Ők azok, akik diktálják a trendeket a fehér embernek. A fehér emberek, igen, a kaukázusi fehér népfaj a majom emberek lábnyomába kell, hogy lépjen, hogy fejlődni tudjon. Én számomra Bencsik András mindenképpen egy világító torony a sötét éjszakában, az ő véleményére én mindig is sokat adtam. Elvégre ő az MSZMP, tehát nem az MSZP, hanem a Magyar Szocialista Munkáspárt, tudjátok, az, amelyik leverte az emberek vesélyét, az András út 40, tehát az a rendes elnyomó diktatúrának az egyetlen központi pártja, na ő annak a központi lapjába írt, tudjátok, 1980-as évek végén. És nem csak a központi lapjába, hanem azon belül, a Népszabadságon belül a pártélet rovadba. Bizony. Szóval ő nem akárhova írt, nem akármilyen véleményeket. És ő nem úgy tartotta fent azt a rendszert, mint ahogy most Molnár Áron tartja fenn a NER-t, hanem ő úgy rendesen erőből... Hanem úgy, ahogy a mostanit. Hanem úgy erőből rendesen tolta a propagandát. Ahogy ma. Igen. Például olyanokat írt. És akkor is Moszkva pártján különös. Nem fura, hogy már akkor is Moszkva pártján állt, akkor is Moszkvának szurkolt mindenféle konfliktusban, és ez nem változott. És a Magyar-Szovjet Baráti Társaságról és a Magyar Fiatalok Szovjet Barát Ideológiai Nevelésének fontosságáról írt 1986-ban, tehát ez a Bencsik András magyaráz nekem arról, hogy Ugandában mit csinálnak a homoszexuálisokkal. Én az ő véleményét akkor is és most is nagyon fontosnak és megalapozottnak érzem, és egyáltalán nem gondolom azt, hogy ő valamilyen hatalomnak valamilyen altáját nyalná azért, hogy neki megfelelő fizetése, vagy jó helye legyen, vagy biztos egzisztenciája, hanem azt gondolom, hogy egy ilyen őszinte ember. Ő nem hazudna a mi arcunkba. Nem is tudom, hogy az embernek, ennek az embernek van-e olyan gerince, amire úgy lehetne hivatkozni. Kezdjük azzal mindjárt, hogy ő vezeti, ő a főszerkesztője a Demokrata című lapnak. Ízlelgessük ezt a kifejezést. A Demokrata és a más emberek kivégzési... A szexuális hajlamuk miatt. Nem most nevezték el így ezt a lapot. Perverz azért. Öröm. Jó, hát de akkor, már mondjuk akkor sem felelt meg a címének. Hát, hogy át kéne nevezni Idi Aminra, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval. De miért? Hát abban az értelemben, amilyen értelemben a szabadságminisztériumban a szabadságot, az igazságminisztériumban az igazságot, a békeminisztériumban meg a békét gyártják, abban az értelemben a Demokrata című lap az igenis a demokratikus elveket vallja és terjeszti. Igen, amennyire a nemzeti együttműködés rendszere az a nemzeti együttműködésre épül, és nem pedig egy nem pedig oligarchák feltőkésítésére. Egy kliknek a hatalomban tartására. Ha bárki LMBTQ személynek identifikálja magát Ugandában, akkor életfogytig tartó börtönbüntetésre számíthat, és bizonyos esetekben, így például a házasság esetén a halálbüntetés várhat rá. Uh-huh. A jól van ez így, tudod, a Hatlépés Ádám és Csokker kiváló reggeli YouTube műsora közben felhívták a figyelmet, hogy ezek szerint annak is örül Bencsik András, hogy összeházasodnak, hiszen az vezet a halálbüntetéshez, különben csak életfogytiglan lenne. Ezek szerint akkor ehhez, hogy a Bencsik András ennyire jó hírt közöljön, előbb ezeknek a melegeknek össze kell házasodni. Ne, Bencsik András melegházasság párti lett. Persze csak a kivégzés. De akkor az ugándok is, hogy mondod azt, hogy ugandai, mondod így? Ugándok? Ugandaiak. Én ugándoknak mondom őket, hogy ők is azzal lennének elégedettek. Lehet, hogy legálissá is teszik, hogy itt, tudod, itt van egy kis templomka, itt ez a kis Las Vegas-i kápolna, 20 perc alatt elintézünk egy esküvőt, és amikor kijönnek a túloldalon a frígy után, akkor szólnak, hogy hát itt van itt akkor egy ilyen törvényességi. Nem, itt vár téged egy bitófa. De eleve értelmezhetetlen az, hogyha valahol halállal büntetik, akkor ott nem lehet összeházasodni sem. Tehát, hogy én is erre gyanakszom, hanem arról van szó, hogyha elugrottak, nem tudom, Hollandiába, vagy nem, hát vagy hogyha találtál egy papot, mert katolikusok nagy részt, ha találtál egy papot, aki összeadott titeket. Kik a katolikusok? Ugandaiak. 86% a keresztény az katolikus, katolikus. Meleg és összeházasodik, értitek? Hát ez a probléma. Ha talál hozzá papot, aki összeadja, akkor az melegházasság. Vagy ha találsz egy olyan rendőrt, aki azt mondja, hogy ezek olyan úgy néznek ki, mint akik össze vannak házasodva. De tudod, vagy ha találsz egy gyűrűt, és rá tudod adni az ujjára. De tudod, hogyha nem találsz hozzá papot, akkor
legfeljebb életfogytiglannal érheted be. Mindeközben, hogy 86%-a az ugandaiaknak kereszténynek vallja magát, hogy ezt x-elte be a népszámlálásról, nem tudom, hogy volt-e fegyveres adatgyűjtő biztos, eközben 100%-os parlamenti egyetértéssel szavazták meg ezt a törvénymódosítást. Ez azt jelenti, hogy ha tényleg reprezentatív a parlamenti patkó Ugandában, hiszen óriási demokrácia kell legyen, hiszen a Bencsik Andrásnak a lapja támogatja elismerő ezt, akkor ez viszont is igaz lehet, hogy Uganda egy óriás demokrácia kell legyen, az azt jelenti, hogy az a 14%, aki nem keresztény, az is egyetért ezzel, hogy életfogytig vessék börtönbe az embereket azért, mert szeretnek valakit, és végezzék ki azért, mert még hűség. Nem azért, mert szeretnek valakit, hanem mert azonos neműt szeretnek. Hát na, nem muszáj. Nem tudom, melyiknek kellene erősebb érvénye, de hogy nem tudom. Az a baj, hogy Bencsik András nem tudja. Tehát, hogy itt rá is térhetünk arra, hogy mi az arányos büntetés, ha te ezt egy bűnnek gondolod, akkor valóban ez következik-e belőle? Hogyha formálisan is azt mondják, hogy ráadásul minden promiszkuitást mellőznének, ami ugye, amit jellemzőnek gondolunk, hanem azt mondják, hogy mi házasságban szeretnénk élni, akkor ennek az eredménye a halál. Mik azok a bűnök akkor még Bencsik András és a hasonlóan gondolkodók szerint, ami nem vette egy ember életet, de emberéletet kell elvenni utána. Ez nem világnézet. Ami halálos bűn. Ez, hogy van egy jó hírem, gyerekek, Ugandában kivégzik a bubukat, ez nem világnézeti státusz. Ez egy politikai státusz. Ez a kultúrharchoz tartozik. Ez egy kultúrharcos topik. És a kultúrharc ügyeibe bele kell állni, és azon az oldalon kell beleállni. Bencsik András nem engedheti meg magának, hogy ebben a kérdésben ne a legszélsőségesebb álláspontot foglalja el, mert minden kérdésben, ami kultúrharcos topik, és ezek nekik most nagyon fontosak, hogy a kultúrharcot felülírja egy háború. Most nekik ezek nagyon fontosak. Ezekre hivatkozva lehet igazolni a putyini szövetséget. Érdekes módon minden ilyen kultúrharcos topikban egyetértenek velük. Az olasz meg a lengyel nemzeti radikálisok, csak ők ebből nem a Kremllel kötött szövetséget vezetik le. Milyen különös, hogy a kultúrharcban elfoglalt, következetesen elfoglalt troll státusz nem eredményezi automatikusan a putyini szövetséget. Most meg már az van, hogy Magyarországon a jobboldali kurzus és annak a megmondói olyan mértékig örjöngenek, és olyan mértékig tolják a falig ezeket a kultúrharcos agitációikat, hogy ebből már nem fognak tudni kifordulni. Pedig hamarosan ezt kell tenniük. Hát a politikája Orbán Viktornak egy csőd. A Putyin mellett való elköteleződése nyilvánvalóan kiváltja az elszigetelődést úgy az Európai Unióban, mint a NATO-ban. Ez a politika vagy Magyarország marginalizálódásához fog vezetni, aztán tényleg vár minket a türk tanács, vagy ebből a politikából sürgősen ki kell fordulni. De hogy lehet kifordulni egy ekkora tömegű és ilyen fanatizáltságú táborral? Ez egy ekkora balasztal, ami a tehetetlenség erejével tolja a semmibe, az akadék széle felé ezt a kurzust. Hát szerintem, ha Orbán Viktor ezzel kapcsolatban gondban lesz, akkor tanácsot kér Bencsik Andrástól, hogy ő hogyan csinálta, hogy az MSZNP központi lapjából hogyan jutott el ehhez a szélső jobboldali nézetrendszerhez. Nem, de megjegyzem, lehet, hogy csak végig ugyanabban a székben ült, és körülötte cserélődtek a világ dolgok. A világ forgott körülötte, mégis mozog a föld, vagy forog a föld. De megjegyzem, Orbán Viktornak se nagyon kell messzire mennie azért, hogy ezt tanulmányozza, hogy ezt hogyan kell csinálni, hiszen ő is a KISZ-ben kezdte a politikai pályafutását, majd lett az SZDSZ-nél is radikálisabb liberális, majd lett vett egy jobboldali fordulatot, és lett hirtelen a közép, a polgári életnek a nem tudom, a non plus ultrája, ahonnan elment a legdurvább szélső jobba, tehát hogy a Fidesz mellett sokáig nem volt jobbra párt. Úgy kellett létrehozni a Mi Hazánkat, hogy azt mondhassa, hogy nem én vagyok a paletta legszélén. Most Orbán Viktornak egy újabb fordulat, az nem esik nehezére. A tömeg pedig fanatizálva van, és abból a 3 millió szavazóból 2 millió gond nélkül menni. De már látnunk kéne a jeleit ennek a fordulatnak, ehelyett az ellenkezőjét látjuk, ehelyett a bubukat halálra ítélik, ha-ha-ha, jaj, de jó, ez egy üzenet az egész világnak, az ugandaiaktól, hogy ezt a szemétséget ők tovább nem tűrik.
Hát nem biztos, hogy látnunk kell, van még ideje, nem? Tehát most hova sietünk? Tényleg van? Most, de hát van, igen, szerintem van. Hát az, hogy az Európai Unió pénzét 12 éven keresztül lehetett folyamatosan arcátlanul durván lopni, de 12 évig lehetett, de tényleg úgy, hogy, hogy közben az arcukba köpködött, tehát folyamatosan rugdosta a gurucsizmát. És ha nincs háború, lehet, hogy még ma is megkapná. Hát igen, igen, előfordulhat. Tehát, hogy ezt most gondolom ebben, 12 éven át verlek át folyamatosan napi szinten, látványosan, hogy a félvilág azon röhög, hogy ez a kis gumicsizmás jó ember, ez hogyan ver át téged, hogyan húzza ki a zsebedből folyamatosan újra meg újra. Hát nézzétek meg ezt a lombkorona sétányt, nem? Tehát, hogy ez olyan szinten tökéletesen mutatja be, hogy ebbe az országban mennyire magas szintre vitték ezt. Tehát Monty Python, és akkor most attól félted, hogy ő ezen nem, hogy neki itt elapadnak a forrásai, vagy bármi. Hát majd megoldja, majd egyszer csak ő lesz a legliberálisabb, a legeurópére. Nem lehet minden hitszegést megoldani, mert már nem fog neki hinni senki. Dehogy nem. Békeidőben talán. Békeidőben lehet, hogy olyan zsetonokkal lehet játszani, mint a foglalkoztatott emberi erőforrás, mint az összeszerelt autók, mint a vétók, meg a szavazatok. Csak tudod, itt most már más tétekkel zajlik a játék. Csonkolt végtagokkal, meg elhantolt testekkel, vérrel és hússal. Ilyen tétek mellett nem biztos, hogy olyan könnyű elsikálni ezeket a hitszegéseket. Az az érzésem közben meg, hogy amennyire egyébként helyesen igyekszik helyreállni ezt, hogy az LMBTQ-ként identifikálódókat emberszámba vegye a világ, annyira próbálják a mozgalmi szinten ezt még jobban beleerőszakolni, mint amennyire a társadalom ezt elnyelni képes, mint amennyire ezt magától megemésztés, amennyire azt hiszem, hogy egy pozitív fordulat az elmúlt 30 év. És amennyire megpróbálod abba a kancsóba, ez még nem lesz így jó, abba a konténerbe, tudod, egy lábosba belecsepegtetni azt, hogy fogadd el, hogy mások, és ők is szeretni akarják egymást. Ha már nem csepegteted, hanem egyszerűen próbálsz egy literes valamibe 2 litert beletölteni, az túl fog folyni. De ha egy literes valamibe 1,1 litert töltesz, az is túl fog folyni. És ha víz is az, amit beletöltesz, ami túlfolyik, már vérformájában folyik ki. Ez az, hogy Ugandában formát ölt az, hogy ami egyébként helyes irány, nem helyes amplitudó, nem helyes erőség. Azt hiszem, hogy túl erőszakosan szeretnék a jövőt a jelenbe hozni, és ez a harciasság az ellenharciasságot eredményezi. Én meg az igazság, hogy egy bizonyos értelemben becsülöm Bencsik Andrást, jobban, mint a bűntársait. Mert Bencsik Andrásnak tényleg az, ami a szívén, az a száján. Most lehet, hogy ami a szívén, az előbb volt a dökkútban. Igen, a dökkútban, de az, ami, és megvallja, és nem ravaszkodik. Tudod, nem ravaszkodik. Hát ha ezt nem nevezik annak. Hát ezt nem nevezzük annak. Ez a vállalhatatlan beleállni, akár annak az árán is, hogy aztán eltörlik, kitörlik a YouTube nyilvánosságából azt, amit mondtál, mintha meg sem történt volna. Tudod, legalább az, ami. Én meg sajnálom, mert én meg azt érzem, hogy neki van egy ilyen teljesítménykényszere, lehet, hogy vaj van a fején, vagy a füle mögött, ez, hogy menjek lényegtelen. Szóval lehetséges, hogy neki is van valami olyan... A füle mögötti rész amúgy a fején van. Lehet, hogy van egy dosszié róla, amiben vannak olyan dolgok, ami miatt neki ilyen erőteljesen kompenzálnia kell, és minden pillanatban a mellét döngetve kifejezni, hogy ő nem olyan, vagy ő nem az, hanem ő igenis nagyon is egyetért mindennel, ami itt folyik. Tehát amikor valaki ennyire, de ennyire túl teljesít... De ő nem egyetértő, diktálja. Amikor valaki ennyire túl teljesít, az nekem mindig gyanús. Uh-huh. Én emögött nem azt látom, hogy neki ez a véleménye, hanem azt látom, hogy rettegő, reszkető arccal olvassa le a gazdájáról, próbálja leolvasni a gazdájáról azt, hogy mit kell ma mondanom, hogy én legyek a legjobb kutya a kerülemben. Nem ugyanúgy olvassa le a gazdájáról, ahogyan Orbán Putyin ajkáról azt, hogy mit kéne tenni. Nem arról van szó, hogy itt a... Ha Orbán Viktorra tekintünk, akkor a Bencsik András relációjában tartó tiszt, de a Vlagyimir Putyin relációjában ügynök. Á,
Nekem az még az érdekes ebben az ügyében, hogy ha látom ezt a fékevesztett igyekezetet arra, hogy a gazdájának a képzelt véleményéhez vagy utasításaihoz valót mondjon, hogy megfeleljen, tehát hogy az elvárásoknak megfeleljen, hogy folyamatosan túl teljesít, ez nekem teljesen párban van az öncenzúrával, amit szerintem ugyanennek a félelemre épülő rendszernek a másik oldala, amikor valamit azért nem mondasz, mert bajod lehet belőle, ő itt ugye a képzelt jutalomért mondja, a másik meg a képzelt büntetés miatt nem mondja. De a büntetés se képzelt, meg a jutalom se. Hát szerintem... Mind a kettő valóságos. Hát lehet, de közben meg nem is kapja meg. Tehát nem tudod, hogy mit nem mondhatsz, ezért elkezded magad cenzurázni. Valójában lehet, hogy egy csomó dolgot még mondhatnál. Tudod, mi itt a jutalom? Az, hogy nem kell a kapitalizmusban élned, hanem beléphetsz a feudalizmusba. Meghajlítjuk neked a kapitalizmust, meghajlítjuk neked a piacot. Állami tőgyre rakunk, és onnantól kezdve neked soha-soha többé nem kell aggódnod a megélhetésedért. Orbán Viktor egyik szerve lehet. Világos, de ezen a rendszeren belül meg miért kell ennyire kaparni? Tehát miért akar ő Bayer Zsoltabb lenni a Bayer Zsoltnál? Miért akar ő, kivel versenyzik? Milyen szerepért versenyzik? Attól fél, hogy túl szürke lesz a véleménye, hogy ő, ha nem mondja ezt a bubuzást, meg nem veri... Na ez nem, mondjuk nem lehet. Azt tart, tehát, ez lehet a forrása. Szerintem annak, nem. Hogy szerintem a nem. Szerintem nem. Szerintem. Vállalja a vállalatatlan. Nem, szerintem nem. Szerintem élvezi. Élvezi és élvezetből csinálja. Azért csinálja, mert ehhez tartozik egy mámor. Azt szokták mondani, vagy van egy ilyen mondás, hogy aki állattá züldik, vagy leereszkedik az állati sorba, az megszabadul az emberi létfájdalmától. Ezt Hunter S. Thompson, Hunter S. Thompson, igen. Aki elállatiasodik, az megszabadul az ember létfájdalmától. És ő tudja, miről beszél. Csak ők ezt pszichedelikus drogokkal érték el, Bencsik Andrásnak meg elég hozzá a Fidesz. De száz eszköz van erre vonatkozóan, akárhogy is, abban az önfeled barbárságban, a megvallásában annak, hogy pusztuljanak a bubuk, tudod, és hogy Uganda most diktál civilizációs normákat, új civilizációs, vagy régi új civilizációs normákat diktál, ugye visszavezetni az új szövetséget az ószövetséghez, visszavezetni az irgalmat, a szívbeírt parancsolatot a betű törvényéhez. Ez a civilizációs visszazüllés, ez felszabadít, ez igenis ennek van egy felszabadító ereje, és ennek van egy mámora. És ez a mámor, ez fizetség önmagában, nem kell érte jutalom, vagy a félelemtől vagy a büntetéstől való félelem, hanem én úgy képzelem ezt, mert nézd meg, kommentelők, hétköznapi trollok százai, ezrei, tízezrei állnak Bencsik Andrásnak anélkül, hogy akár félniük kellene, akár bízniuk kellene abban, hogy őket majd megjutalmazza a rendszer. Semmivel nem jutalmazza őket a rendszer. Nyomorult paneljeikben élnek, és a rendszer Bencsik Andrásaivá, önkéntes Bencsik Andrásaivá züllenek percről percre. Most itt van Bencsik András, akit ráadásul még meg is fizetnek ezért. Érzi a maga fontosságát. Hát hogy nem ámorosodna meg attól, hogy itt és most kulturális normákat vet le magáról, és ezek a kulturális normák, ezek görnyeztenek ám. Kereszténynek lenni, hitvalló kereszténynek, ténylegesen a lelkiségben új embernek, homo novusnak lenni, az egy görnyedt állapot. Igen, az embernek a cipőfűzőjét kell nézni, igenis az embernek meg kell hajtani a fejét, a hátát, sokszor a derekát, igen, alázatosnak kell lenni, nyilván nem valaki előtt, hanem valami előtt, egy hatalmasabb eszmény előtt, az úr előtt, akárhogy is, földre kell borulni. Na most a pogányság, ez a neopogányság, ez pont ennek a terhe alól, a felettesén nyomasztó, szorongató terhe alól szabadít fel. Felegyenesedett gerincen lehet járni, felemelhetem a fejemet, nincs ki előtt meghajoljak, nincs nálam magasabb entitás a világban.